Most a Helyt Gábornak csinálunk. Jó, van. Egy Nutella tortát. Csinálunk. De nagyon jól megy. És most mi történik ezzel? Ez az a teteje a tortán. De én is ezt csináltam. Jó, de már most már rátapad, mert nem látom. Nem ért hozzá. Most mit csinálsz? Jaj, ne! Most vágom. Györgyi, nagyon ügyes cukrász. Mester vagy már, ugye? Nem, én is van. Hát ez nem lehet szar, Györgyi. Mi? Hát a Nutella. Pipeci, még majd ezt is izéld már, hogy ezt rárakom. Te most pantomin ezzel a falon? Nem, pont meg ezt akarom rárakni, ez az aranya. Ú, de ijesztő. Ez miből van? Kisül a szemem, ez így nem jó. De így jó a fény. Csokoládés, vajas piskóta, magyarókrém, minden réteg külön ízesítése van. Egyik réteg Nutella, ilyen magyarós csoki, a másik réteg csokoládé és pirított magyaró. És ilyen csoki kanázsa van körbekelve, meg marcipánnal van lebulakolva. Györgyi, a torta ezerszer szebb, mint ahogy elmondtad. Szerintem már mester cukrász. Gicikék az Instagramon. Csak én vagyok. Ott kül valami. Ez most eladási vagy? Most mind a kettő, hálát adunk a születésnapon. Nem néz ki valami jó. Ez egy békén szalonna, és ezt leszem. Ki mit szeretne? Gezol. Jó, azt nagyon szívesen elfogadom. Hát de finom, men. Szuper jó, életem tortája, ott a cukrász üsve, az ötlet gazdával. Azt elfelezzük. Az a tiéd. Gondoltam, hogy az esténket bemutatjuk, és ez lesz az eheti vlog. Egy meglepő bulit fogunk csinálni, de előtte egy borkóstolással jöttünk. Szóval egy meglepő bulit csinálunk Illés Gabi barátomnak, amit szerintem sejt, de nem teljesen, és eléggé jól összejött ez a nap, ugyanis a Halmai Zsófinak köszönhetően az Igényes Férfi Hu-tól eljöhettünk egy borkóstolás előtte, azért voltak ezek a vágóképek. Szóval a következő a sztori.
Alapvetően a Gábor barátnője leszervezett egy titkos bulit ma estére a Kazinci utcába. Közben kaptam egy infót az egyik barátomtól, hogy ugye nyit az új Jamie's pizzeria a Gosdú udvarba, és hogy el lehet menni még a nyitás előtt így tesztelni, kipróbálni. És hogyha már ez ezen a hétvégén van, akkor ez lesz az ajándék, a meglepetés a Gábornak. Na, itt már klappol is a kép, de még mindig miért borozok itt? Mindjárt mondom. Szóval az lesz, hogy hamarosan találkozunk a Gáborékkal, elmegyünk vacsorázni, ez az ajándék neki, és utána én már bemondom az unalmas, hogy menjünk haza, de a Nóri, a Gábor barátnője fogja mondani, hogy de ígyunk meg valamit, és na jó, lemegyünk egy piára még valahol, és akkor ott lesz mindenki. És hogy ne legyen annyira unalmas ez a nap, mert eddig ugye semmi olyan nincs benne, kaptunk ide erre a borkosolásra, a Wine Lovers-re egy meghívást, amiben már körbe is néztünk, és az első választás, amit most kortyolok, hát mivel mi mással kezdenénk, mint egy jó kis proszekkóval. Ez az öltöny azért érdekes, mert visszaveri a fényt, nem tudom, hogy lehet-e így vakúzni, de megpróbálok. A telefonnal megvetés, úristen, de durva. És én azt hittem, hogy ez csak egy ilyen poén, vagy valami ilyesmi, de... Ugye ez több szempontból nagyon jó tud lenni, olyankor például, hogyha valaki mondjuk biciklizik este, vagy sétál az út mentén, ugye mondjuk egy borkostól után. Ott voltunk a háttérben, tök jó, mert itt van a Krisztinusznak a borbirtoka, vagy hát ugye a kitelepülés, amit nagyon szeretek, tök jó a dizájn is, és vicces volt látni a filmet, ahol nyáron ott lehettünk, a Dunaparton volt egy nagyon jó kis esemény, és amúgy itt is nagyon finom most egy Kata divat bemutatót tart, nagyon tetszik az egyik lánynak itt a ruhája. És hát az a helyzet, hogy el kell indulnunk, itt vannak az Illés Gabiék, viszont van nagyon sok kuponunk. Úgyhogy most vegyünk néhány bort. Köszönöm szépen! Ez ott Gábor, ez ott Nóri. Nagyon mesteri terve van a Nórinak. Össze fog jönni? Persze. Én is megyek a vacsira. Tényleg? Nem hittatok? Ne videóz. Gábornak szülinapja van. Ne videóz. Az az ajándék, ahogy videózol. Majd csak holnap lesz. Csípős pepperoni az akkor mi? Pepperoni az egy paprika. Szerintem az az... Na, szerintem a pepperoni... A pepperoni és a szalámi fizet. A pepperoni az a szalámi szerintem, Kata. De ott van, hogy pepperoni. Igen. Pepperoni az paprika? A pepperoni az egy szalámi, vagy egy pepperoni? Szalámi. Pepperoni. És Kata? Pepperoni. Mennyire jó, hogy kapunk egy ilyen pizza szeretet. Ez egy chili sajtos focaccia, vagy valami, nem focaccia. Ez meg valami marinált. Csirkés, garnéla. Csirkés, garnéla. Ezért többet vártam. Igen. Kaptunk még bibaj mozzarellát. Meg is ettük a pizzákat. Én egy erősre értékelném, de... Szerintem a méretekben, hogy mennyit raknak, meg amennyibe kerül a pizza, lehetne mindig az adott, nem tudom, sajtból, mi volt még, szalámiból, lehet, hogy még többet is rakhatnának rá. Értékelitek? Kata? Kata mindig jó véleményeket van. Én most csak ijeszkodom, szó. Az első egy affogato, ami két vaníliafagy és ráöntve egy espresso. Ez pedig egy jó tiramisu. Most aperolt akartok inni? Hát, hogy valami. Nem. Aperol megvolt, most pedig jön csupítót inni. Mit csinálunk? Nóri kis vodkát akart inni. Mit gyanítasz?
hogy az illegálban bár valamilyen buli. Nem tudom, lehet, hogy csak titkon azt akarom, hogy legyen egy buli az illegálban. Isten értesen! Tudtad vagy nem? Sejtettem, meg!